Este 10:30 magasságában sikerült utolérnünk Pásztor Istvánt, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét a Fidesz-KDNP eredményváró estjén itt a budapesti Bálnában. Jó estét kívánok! Hát még mindig nincsenek részeredmények. Azt hiszem, hogy most már a levegőben tapintható a feszültség. Jó estét kívánok! Valóban nincsenek még részeredmények sem, meg ebben a pillanatban még nem igazán körvonalazódik a mai napnak a végeredménye. Azt, amit azt gondolom, hogy mindannyian nagy lelki nyugalommal tudunk megállapítani, hogy nagyon nagy volt a választói részvétel ezen a mai szavazáson. Úgy látom, hogy úgy értékelem, illetve úgy hallom, hogy semmiféle rendellenesség nem volt, ami azt jelenti, hogy a választás legitimitását és legalitását talán senki nem fogja megkérdőjelezni. Az eredményeket várjuk. Mi a magunk részéről az idén is ezen a választáson is részt vettünk a magyarországi parlamenti választásokon, mint az közismert. Az információk szerint nagyon-nagyon sokan éltek a szavazati jogukkal, és a magunk részéről hozzájárultunk ehhez a mai naphoz, amit nagyon sok mindenki a demokrácia ünnepeként apostrofált. Személyesen is tapasztaltuk, hogy például a szabadkai magyar főkonzulátuson tömegesen jelentek meg a vajdasági magyar választópolgárok, akik regisztrálva vannak, tehát valóban hozzájárultak a vajdaságiak is az anyaországi választások sikeréhez. Ez valóban így van. Köztudott az, hogy tájékoztattuk az embereket a regisztráció fontosságáról, azt követően most itt az elmúlt jó egy hónapban volt egy aktív választási kampánya a Vajdasági Magyar Szövetségnek, rengeteg emberrel találkoztunk, de meg kell állapítani és le kell szögezni, hogy nem kellett az embereket győzködni arról, hogy vegyenek részt a választásokon, hogy ez miért fontos. Az emberek fölmérték, fontosnak tartották, és egyfajta belső indítatás volt kitapintható, aminek eredményeképpen olyan sokan szavaztak. Visszatérve még néhány mondat erejéig a mostani várakozásra, illetve az első részeredmények várakozására, milyen a hangulat bent a Fidesz-KDNP politikusai, miniszterei között? Úgy látom, hogy bizakodó. Én a magam részéről azt gondolom, hogy a Fidesznek meg lesz az abszolút többsége.